Ebben a házban élt albérletben a szerencsétlenül járt család. Szerda este azonban mindenük oda lett. Tűz ütött ki az egyik szobában. Szerencsére még időben ki tudtak menekülni. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók kiérkezésekor a körülbelül 80 négyzetméteres családi ház egyik szobája teljes terjedelmében égett. A ház lakói a tűzoltók kiérkezésére elhagyták az épületet. A tűz keletkezésekor ketten tartózkodtak a házban, személyi sérülés nem történt. Az oltási munkálatok közben a tűzoltók 3 propánbután gázpalackot hoztak ki az épületből. A tűzben a családi háznak az érintett szobája teljesen kiégett, a többi helyiség erősen kormozódott. Az apuka alig 2 hónapja tudott elhelyezkedni. Egyedül neveli 2 gyermekét, akik még tanulnak. A seregélyesi önkormányzat próbált nekik segítséget nyújtani a bajban. 2 gyermek, egy fiatalember 18 életévét betöltött, illetve 16 éves lánygyermek tartozik a családhoz, és a 16 éves lánygyermeknek tudtunk rendkívül gyermekvédelmi támogatást nyújtani, illetve együttműködve Vöröskereszttel ruhát, cipőt és bútort sikerült a részükre biztosítani, és felajánlottuk a segítségünket a helyiségnek a felújításában, de sajnos lakásban nem tudtunk segíteni, mert nincsen most az önkormányzatnak szabad szolgálati lakása. A jegyző úron keresztül úgy néz ki, hogy sikerül ingyenesen, térítésmentesen a irataikat pótolni. A család nem szeretett volna kameránk elé állni, azonban, mint azt a település polgármesterétől megtudtuk, szó szerint nem maradt semmiük, jelenleg rokonoknál húzták meg magukat. Ezért azt kérik, hogy aki bármivel, mosógéppel, ruhákkal tud rajtuk segíteni, azt jelezzék a seregélyesi önkormányzatnál.